Hatodszor mérik össze tudásukat vajdasági lovasok a budapesti nemzeti vágta előfutamán. A vajdasági vágtán idén 24 lovas és 8 kishuszár verseng a vajdaság legjobb lovas a címért. Most közülük néhányokat mutatjuk be. Már javában készülnek a hatodik vajdasági vágtára a lovasok. Topolyát az 5 éves magyar sport félvér Paripa és lovas a Pintér Szabolcs képviseli. A vágtára Kállai Attila készíti fel a sportlovat. Martinnak hívják, 5 éves magyar sport félvér, nagyon jó fejű paci. Péter révén is nagy a készülődés, Gán Igor fiatalkora óta lovagol. Cura nevű lovával heti rendszerességgel készülnek a vajdasági vágtára. A lovom neve Cura, ő egy 7 éves kanca. Péter évet fogunk képviselni a vajdasági vágtán. 5. alkalomban indulok a vágtán. A kisegyesi cékus Noémi 2. alkalommal vesz részt a vágtán, ahol Bács Fekete egy színeiben fog indulni. A kezdeti nehézségek ellenére Noéminek is lovának, Hellboynak sikerült összeszokniuk. Egy új lóval indulok, ő Hellboy, egy 5 éves angol félvér Paripa. Kezdetben nem jöttünk ki túl jól, viszont mostanára már sikerült a bizalmába férkőznöm. Doroszlót a herceg nevű Nónius fogja képviselni. Herceget Kósa Sándor készítette fel a megmérettetésre. 8 éves, és mint hobbiként tekintünk a nemzeti vágtára. Január óta készülünk a versenyre, heti 6 alkalommal egy pihenőnapjuk van. Nekünk a részvét a lényeg. Megelégszünk bármelyikkel. Ha körbeérünk, még már boldogok vagyunk. Idén is rajtozálnak a kishuszárok. A 6. vajdasági vágtán 8 kishuszár mérkőzik meg egymással. A 15 éves fiú Barbara már 7 éve lovagol, és Bácskosútfalva színeiben indul az idei versenyen. A lovamat Peninek hívják, ő egy 13 éves, nagyon temperamentumos ló. Az idei évben ismét Bácskosútfalva színeit fogjuk képviselni. Körülbelül 2 hónapja készülünk a vágtára. A tavalyi sikeres eredményünknek köszönhetően kijuthattunk Budapestre a nemzeti vágtára. A 10 éves Becsei Hunor igazi kis huszár, Hunor Dézivel indul a vágtán. Ő Dézi, egy 5 éves sportpóni, izgága természetű. Jó eredményre számítunk. Az izgalmas versenyek mellett színes kísérő programok, kirakodóvásár és gazdag gasztronómiai kínálat várja a látogatókat május 19-én Zobnaticán. A vajdasági vágta helyszínén Zobnaticán van Mészáros György kollégánk, aki Pál Károllyal, a vajdasági vágta egyik szervezőivel beszélget. Szervusz Gyuri, Zobnaticán nemrég még szakadt az eső, jövő hétvégére mire számítanak a szervezők? Szervusz Viktor, köszöntöm a tévénézőket. Hát igen, úgy tűnik, hogy most már csak szemerkél az eső, tehát elűztük az esőfelhőket Zobnatica fölül, és nagyon úgy tűnik, Pál Károly néhány perccel ezelőtt is még nagyban pötyögtette a telefonját, és nézegette izgatottan, hogy milyen időjárás várható majd jövő szombatra, tehát május 19-ére, és úgy tűnik, hogy verőfényes napsütésre számíthatnak majd az ide látogatók. Természetesen a most lehullott csapadék nagyon jót tett a versenypályának, hiszen a port egy kicsit ugye leültette. Jó napot kívánok tehát a vajdasági vágta szervezőinek, Pál Károlynak. Mire számíthatunk tehát május 19-én? Minden készen áll a vajdasági vágtára. Jó napot kívánok. Én úgy érzem, hogy nagyjából minden készen áll. 24 benevezett versenyzőnk van, vajdaság minden tájáról, 24 település és 8 kishuszár, tehát minden készen áll.
A pálya is készen áll, készen állnak a programok, összeállt gyakorlatilag a teljes program. Tehát lesznek-e valamilyen újdonságok, miben fognak gyönyörködni majd az ide látogatók? Tehát szombaton 19-én délbe kezdődik a felvonulással a rendezvény. Addig reméljük, nagyon bízunk benne, hogy nagyon sokan érkeznek ide a legszebb vajdasági lóversenypályára. A ünnepélyes fölvonulás lesz, a versenyzők fölvonulnak, néptáncosok vezetik őket. Utána jönnek a beöltözött nagylányok lóháton. Tehát egy hagyományos, szép, nagyon szép fölvonulás lesz, minden versenyző itt lesz. Ezen kívül lesz egy megnyitó beszéd, utána pedig kezdődik a műsor, amelyben föllép a Topolyai Kodály Zoltán egyik néptárscsoportja. Majd pedig kezdődik maga a verseny, 5 elővágta lesz, 24 versenyzővel, majd 2 kishuszár elővágta, akkor lesz egy olyan jó 3 órás szünet, amelynek keretében hagyomány szerint itt lesznek a kiscsikósok, valamint lesz ilyen díjlovagló bemutató, ügető versenyek, fogadhajtó versenyek, tehát nagyon szép műsor lesz, úgyhogy és valamikor 6 óra előtt kezdődnek a döntők, először megy a kishuszár döntő, majd pedig megy az a telivérekkel az a nagy vágta, amelyen a helyi ménes lovai versenyeznek azért, hogy melyik lovas fog eljutni Budapesten a nemzetközi vágta rendezvényére. Majd pedig olyan 6 óra után kezdődik a fő döntő, a vajdasági vágta döntője, amelyben reményeink szerint olyan lovasok fognak tovább jutni, akik méltóan képviselik vajdaságot Budapesten a Hősök terén. Igen, hát azt is elmondhatjuk, hogy nagyjából ilyenkor, tehát május 19-én ez időtájt, jó magam, mint a 6. vajdasági vágta műsorvezetője, fel fogom konferálni azt, hogy indul majd a vajdasági vágta döntő futama. Igen, tehát mi bízunk abban, hogy nagyon-nagyon színvonalas műsor lesz. Az elmúlt 6 év azt hozta itt vajdaságban is, hogy nagyon nagy javulás van a lovasport tekintetében. Új lovak vannak, új tulajdonosok vannak, új tapasztalt versenyzők vannak, lovasok vannak, és én nagyon bízom abban, hogy bár tavaly is látszott ez, az idén még jobban fog látszani, hogy a vajdasági lovasport valóban nemzeti szinten is ott van az élvonalban. Sokakat érdekel egyébként az, személy szerint engemet is, találkoztam olyan nevekkel, akik mondjuk nem a településükhöz kötődően vesznek részt a vajdasági vágta futamában, tehát például szabadkai versenyző mondjuk egy hódegyházát képvisel. Tehát az van, hogy van egy szélesebb lista névsor a településekről, akik itt versenyezni tudnak, és van egy olyan helyzet, hogy mondjuk Óbecséről 7 lovas és 7 ló van benevezve a versenyre, tehát ez meg kell valahogy oldani, és akkor a települések népsor alapján közös megegyezéssel, település, lovas, szervezők, kialakul egy népsor, amely nyitott, tehát bármelyik település, aki szeretne jövőre vagy később részt venni bármelyik vajdasági vágtán, annak csak annyit kell tenni, hogy el kell dönteni, hogy akarom, jelentkezni kell a szervezőknél, ha van saját lovas, a lova nagyon jó. Ha tud keresni lovast és lovat, aki őket szeretné képviselni, akkor még jobb. Ha nem, akkor a szervezők tudnak segíteni esetleg, és akkor bármelyik település, amelyikben megvan a helyi akarat, részt tud venni a vajdasági vágtán. Május 19-én, tehát patkódobogástól lesz hangos itt az Obnaticai lóversenypálya. Idén először főzőversenyt is rendeznek a vágta egyik kísérő programjaként, viszont akik eljönnek ide nézőként, azok sem maradnak sem éhen, sem szomjan, és természetesen programok nélkül sem. Itt lesz például már hagyományosan a Budapesti Operett Színház előadása. Tehát hagyományos az, hogy tehát itt a vajdasági vágtán általában 10 000 ember körül meg szokott jelenni. Buszokat fogunk szervezni vajdaság minden tájáról, illetve hát aki ide járjon, az hideg sör és jó étel nélkül nem fog hazamenni. Bízunk benne, hogy az idén is így lesz, mindent megteszünk, ezért lesz egy kirakodóvásár, illetve hát itt lesznek az Operett Színház művészei is, akik hát egy nagyon szép színfoltja a rendezvénynek. És akkor csak egy mondat erejéig, amivel kezdtük, azzal is fejezzük be ezt a beszélgetést, milyen idő lesz? Nagyon bízunk benne, és én mindig azt mondom, hogy a jóból csak jó lehet, tehát
tehát jó akarattal mi nagyon szép időt látunk elő. Én úgy látom, hogy ez eddig mindig bevált, mind a 6 alkalommal bevált, 5 alkalommal bevált, be fog ez most is válni, és én bízom benne, hogy szombaton, május 19-én itt, Zónaticán nagyon szép idő fog lenni. Nagyon sokan legyenek ez a szép időhöz. Pál Károly szervező úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tehát napsütötte vajdasági vágta, 6. alkalommal, május 19-én Zónaticán találkozunk mindenkivel. Mészáros Györgynek köszönjük szépen!